Szép jó estét kívánok a Futsal Hungary nézőinek. A Futsal NB1 felsőházának második fordulójában az Aramis fogadja a Ferencváros együttesét. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, már jönnek is a csapatok a pályára. Jobb oldalt láthatjuk a Ferencváros együttesét Tóth Gyula vezetésével, bal oldalt pedig a fehérmezes Aramis jön. Hamarosan jön a mérkőzés, ne menjenek messzire. Tisztelt szurkolók, tehát Petri Futsal NB1 felsőház második fordulója, Aramiszosan Ferencváros Futsal Klub mérkőzés. Első körben engedjék meg, hogy bemutassam a találkozó játékvezetőit. Egyes számú játékvezető Kovács Gábor Péter. Kettes számú játékvezető Dr. Tolnai Anna Mária. Az időmérő játékvezető pedig Nikita Benjamin. Következzen a vendégek összeállítása a Ferencváros csapata mai mérkőzésre. Hármassal Gerlefi Sándor. Hetessel Fejér Krisztián. Nyolcassal Rábor Rihár. 11-essel Fekete Robert. 12-essel a csapatkapitány Tóth Gyula. 13-assal Bajusz Szabolcs. 20-assal Hosszú Ádám. 22-essel Dávid Tamás. 25-essel Fidel Viktor. 77-essel Bognár Bence. 78-assal Dőric Máté. 97-essel Jelei Krisztián. A csapat vezetőedzője Madarász János. Következzen a miénk összeállítása a mai mérkőzésre. 1-essel Lábosi Marcel. 4-essel Fekete Már. 6-ossal Boga Edvin. 7-essel Sámson Zoltán. 10-essel Varnis Ákos. 11-essel Tóth Dávid. 12-essel Kessler Kornél. 15-essel Bognár Bálint. 21-essel Juhász Donát. 22-essel Sós Arnold. 77-essel Fekete Olivér. 85-essel Papp Bence. 86-ossal Gál András. És 88-assal a csapatunk kapitánya, Poznászki Gábor. A csapat vezetőedzője, Boga Dórát. Ahogy említettem, abban az esetben, hogyha 3 pontot szerezne valamelyik csapat, akkor felléphetne a dobogóra. Jelenleg úgy néz ki a táblázat, hogy a Mezei Vil Berettyóújfalu 12 ponttal áll az élen, mögöttük a Haladás 7 ponttal, habár ők még csak egyetlen egy mérkőzést játszottak a felsőházban. A Nyír Gyulai 2 ponttal, a Fradi 1-el, az Aramis pedig pont nélkül egyelőre. Fekete Róbert vissza tereli közben magához a labdát, és megszerzi a vezetést a Fradi számára. Hát itt nézem a tabellát, amelyen egyelőre úgy néz ki, hogy Fekete Róbert góljának köszönhetően fellép a Fradi a 3. helyre. 1-0-ra vezet, tehát a Ferencváros. A Ferencváros a vezetést. Fekete Olivér megint jól húzta el. Nem sokon múlott, hogy akár lövésként, akár a belül érkezőknek jól jöjjön az a labda. Bognár. Fülöp. Poznászki megállítja. Feketénél. Beindul Rábold, és ez egy kiváló labda. Elviszi a kapus mellett, és betalál Rábold Rihárd. A felsőházban ez már a 2. találata Ráboldnak. Nagyon jó volt a passz, tökéletes volt a labdalevétel,
és az utána érkező Cselis. 2-0-ra vezet már a Ferencváros. Harnis. Fekete Márk. És ő rúgja el. A sarokból is. Harnis vissza is kapja Fekete, és ott az ígyszer, és ott a gól! Fekete Márk adja a gólpaszt Fekete Olivérnek. Sikerül szépítenie az Aramisnak a mérkőzés 12. percében. Legyen is vagy meg a szépítés a mérkőzésen. A gólszerző a 77-eshez lejátszó Fekete Olivér. 2-1-re ezek a Ferencváros. 2-1 tehát a Fradinak. Ez az emberelőnyös szituáció, ezt nagyon jól használta ki az Aramis, és meg tudta zavarni egyértelműen a Ferencvárost, középen megmaradt a üres ember. Új, de szépen játssza át Fekete Olivér, és Harni is, megpattan a labda, de nem sikerült ezzel megzavarni Tóth Gyulát. Marad a fehér mezeseknél. 3,5 perc vissza az első félidőből. Bognár, és ott a gól! De milyen szép gól! Bognár Bálint játsza középre Fekete Márknak, és a két Fekete, Fekete Olivér lőtte a szépítő találatot, most pedig Fekete Márk az egyenlítőt. 2-2! Sámson és Fekete Olivér passzolgatnak egymás között, Harnist is beveszik az összjátékba, és Harnist előtt ott a lövő helyzet, és ott a másik helyzet, és Fekete Márk góljával vezet már az Aramis. Tóth Gyula az első próbálkozást még ki tudta védeni, én pedig megint összekevertem a két feketeiket, hiszen Fekete Olivér, aki az első gólt szerezte. Ő lövi be a vezető találatot is az Aramis számára. 3-2 már az Aramisnak. Sámson, Harnis és Fekete Olivér. Nem támadja meg őket egy Fradi játékos sem. Így viszont Bognár Bálint már helyzetben, Fekete Róbert biztosít. És Fülöpé a labda, és hamar elvégzi. Bognár megint, és az viszont egy jó emelés! Hát az ötödik ilyen lövését már be tudta lőni, vagy ki tudta használni a Fradi. Tényleg már nem az első szituáció, amikor üresen marad az Aramis kapuja. De eddig nem sikerült betalálni ezekből a helyzetekből. Hát most Bognár Bence. Ráadásul talán ez volt a legnehezebb, hiszen sikerült volna kifejelni az Aramis játékosának ezt a próbálkozást, hogyha egy kicsit laposabban ment, de Bognár Bence szépen elcsavarta a fejek fölött. 3-3! Hát valóban ez a veszélye ennek a játéknak, maga Lóránt ezt tudja jól, de szeretne minél több gólt szerezni. Hát ezúttal most ők kapták be a találatot. Bognár, megint üles a kapu, és megint ellövi Bognár, és ez megint gól! 20 másodpercen belül. Nem tudom, hogy pontosan mennyi idő telt el, de nagyon kevés. Bognár Bence pillanatok alatt megfordítja a mérkőzés állását. 4-3-ra most már a Fradi vezet. 12 perc, 8 másodperc van hátra a mérkőzésből. Hát akkor, amikor még 13 perc volt hátra, ki gondolta volna, hogy ez lesz az állás. Kevesebb, mint 8 perc hátra. Harnis, ez nem sokon múlott. Az viszont üres. Poznánszki. Ilyet is ritkán látunk azért, hogy az ellenfél kapujától 3 méterre kell nagyot blokkolni. Rábold, ráteszi a kapura, és ott a harmadik üres kapus gól. Bognár Bence kétszer talált be az üres kapuba, Rábold pedig ezúttal belövi az ötödik Fradi gólt. Hát nem kérdés, hogy mit fog csinálni az elkövetkezendő 7,5 percben az Aramis. Ugyanazt, amit az utóbbi 25 percben csinált. 9 év után jutott fel a Ferencváros a felsőházba. 9 éve harmadik lett a Fradi, és most is abszolút ez a célja. Ezzel pedig
közelebb kerültek az álomhoz. Rábold még egy lövéssel próbálkozott az utolsó másodpercekben, és 2-2-es félidő után megszerezte még a vezetést az Aramis, hiszen az első játékrészben még 2-0-ra a Fradi vezetett, meg innen fordított a Budaörsi Egyesület. Aztán mégis továbbra is Moga Loránd együttesen nagy erőkkel támadott, és azért ment előre, hogy még nagyobb legyen a különbség a két csapat között, azonban ez a visszájára fordult, és végül a Fradi 3 üres kapus gólt szerzett. Így 5-3-ra nyert a zöld-fehér csapat. Én ezekkel a képekkel búcsúzok önöktől. Na viszont hallása, viszont látása. Köszönjük a szurkolást, köszönjük, hogy itt voltam. Jó utat, hozzuk a